André Pisnyi, az Ukrán Nemzeti Bank októberben kinevezett új elnöke szigorítana a bankokkal szemben támasztott követelményeken. Elhatározása óriási nyomást helyez az ukrán pénzintézetekre. Az NBU elnöke a napokban több találkozót is szervezett, melyeken többségében a külföldi tőkével rendelkező bankok vezetői vettek részt. Egyes források arról számoltak be, hogy az ukrán jegybank elnöknek nem tetszik, hogy a külföldiek hitelformájában akarják támogatni a gazdaságot. Ehelyett az ukrán államkötvények megvásárlására buzdított mindenki. 2023. február elejétől megkezdődik a bankok stressztesztje. Az elképzelés szerint, amennyiben a bankok kifogynak a tőkéjükből, részvényeseik legfeljebb egy évet kapnak annak feltöltésére. Az összeket 2024-ig helyezhetik letétbe, ellenkező esetben megvonják az engedélyüket. Amennyiben a kisebb pénzintézetek részvényesei nem hajlandók további befektetéseket végrehajtani, automatikusan megszűnhetnek.